Magyarországon először látható olyan átfogó, Kazahsztán múltját bemutató kiállítás, amely a Karcak Kincse Művészeti és Konferencia Központban nyílt. A tárlat több szekcióban mutatja be a kazahok néprajzát az Almati Múzeum anyagain keresztül. A kémény a ház tetején van, tehát ott a helye. Ennek a kiállításnak itt a helye Karcagon, Vitán felül áll. És mit láthatunk ezen a kiállításon? Ez a kiállítás csak egy piciny, gombostű hegynyi abból a hatalmas kultúrából, amely Közép-Ázsiában, a hatalmas sztyeppéken, amely Kazahsztánban található. Ez a kiállítás ahhoz hasonlítható, hogy van egy hatalmas lakodalom, és finomabbnál finomabb menüket szolgálnak fel, és valaki mesél arról, hogy milyen illatot érzett. A Krisztus előtti első évezredben Eurázsia sztyeppéin egyedülálló lónomád civilizáció alakult ki, melynek egyenes leszármazottai a kazahok voltak. Annak érdekében, hogy javítsák a lovak irányítását lovaglás közben, a sztyeppeiek feltaláltak egy magas nyergetés kengyelt. Az újítások lehetővé tették, hogy a lovas magabiztosan ülhessen a lovon, és még egy gyors mozgással is hatékonyabban használja fegyvereit, íjat, láncsát, szabját. Mint távoli rokonat felfedezni és közelre ismerni az én első feladatom, azon belül Kazahsztánban magyarokat ismerik, mint a magyar nép, de azon belül, hogy vannak kunok, azt egyik fele ismeri, tudnak, egyik felük nem tudnak, úgyhogy mi nagyon közelnek tartunk a Karcag városát és itteni kunokat. Az én feladatom ezt továbbadni, és egy-két nép közötti rokoni kapcsolatot tovább mélyíteni szeretnék, ebben egy nagy munkát folytatni. Magyarországon trobatkan kapcsaktárd tanulga, munkündök tudrat tévészíptémen. A kazahok kunok közös múltját nem csak a lószerszámok erősítik meg, hanem a viselet vagy az ékszer használat is. A kazak ékszerművészet különleges helyet foglal el a nemzeti kultúra történetében, eredete több ezer éves múltra tekint vissza. Az ékszerművészet az ókorban Kazahsztán modern területét, az Altajtól az Urálig, a Szirdarjától az északi területekig lakott pásztortörzsek hagyományaira épült, és a következő generációk ideológiai elképzeléseinek egyfajta plasztikus kifejezésévé vált ősidők óta. A kiállításon hagyományos amulettek, gyűrűk, pecsétgyűrűk, karkötők, fülbevalók, temporális és foltos ékszerek láthatók. Ez az ősiség, ez a közös múlt mutatja azt, hogy igen, helye van ennek a kiállításnak itt Karcagon, és ezt a közös múltat is mutatja be, hiszen azok a fegyverek, ruházatok, ékszerek, azok nagyban hasonlítanak a kunok által készített, ránk maradt régészeti leletekre. Talán ez is mutatja azt a közös múltat, amely a kutatások során bebizonyosodott, és hát természetesen azok a szavak, azok a szokások, amelyek mind a két törzs, hogy így mondjam, életében jelen voltak és jelen vannak, hiszen ezek az élő hagyományok ma is élnek Kazahsztánban is, ugyanúgy, mint itt a kunságban. A 19 milliós Kazahsztán 1991. decemberében kiáltotta ki függetlenségét. A közel és régmúlt mellett a kiállításon helyet kaptak azok a fotók is, amely a 21. századi főváros Almati mindennapjaiba engednek betekintést.